A Magyar Állami Operaház november 13-án mutatta be a Veszedelmes Éden című balettoperát, melyet Philip Glass, a világhírű kortárs zeneszerző komponált Jean Cocteau trilógiájának utolsó részéből. A nemrégiben átadott Eiffel műhelyház helyszíne különleges darabnak ad otthont. A mindössze másfél órás mű az operaének és a balettművészet kölcsönös, egymást kiegészítő kifejező erejére támaszkodik. A Veszedelmes Éden opera színdarabját Barta Dóra rendező koreográfus álmodta színpadra. A lélektani megközelítésű rendezés főszereplője két gyermek, Paul és Elizabeth, akik közös játékaik során egy fiktív világot hoznak létre, melynek szabályait maguk írják. Az énekesek és táncosok által felváltva interpretált cselekményről és a darab izgalmas próbaidőszakáról Rálik Szilvia, az Elizabeth-et játszó operaénekesnő mesélt kameránknak Ott jártunkkor. Nagyon nagy izgalom volt, mert ugye külön kezdtük a próbát. Egyszerre, tehát egy időben párhuzamosan haladtunk a sztorival, a történettel. Barta Dórának azért nem volt egyszerű helyzete, ugye, mert az ő fejében úgy kellett menni egyik csoporttól a másikhoz, mondjuk az operai szituációktól ugye a koreográfiához, ugye a balettesekhez, hogy neki a fejében azért ott kellett legyen az összesség, és az a párhuzam, és az összefonódás, amit majd, mikor X idő után, hát azért ez talán több hét is volt, mikor csináltuk, amikor egymással találkoztunk, és épp ezért ez nekünk is egy nagyon nagy izgalom volt, és kuriózum találkozni a táncosokkal. Fantasztikusak egyébként, tényleg annyira lenyűgöző nekem mindez, ahogy ezeket az energetikákat, figurákat megnyilvánítják mozdulatokkal, a kisugárzásukkal, az arcukkal, a szemükkel, szóval nekem ez mindenképp egy csoda, hogy ilyen is, ugye ilyenre is képesek vagyunk, emberek, művészek, valójában ezért nyilván mindenki, akinek vannak érzései, elképzelései, szóval ez egy egészen különleges játék volt. Én nagyon szeretem ezt a szót, hogy játék, hiszen megfejtjük a zenét, megfejtjük a szöveget, a viszonyokat, a szituációkat, és jelen esetben ugye a táncosokkal a közös jeleneteket. Barta Dóra nem akarta, hogy a színen viszonyuk legyenek egymással a táncosok és az énekesek, épp ezért találkoznak ugyan, de nincs reakciójuk egymás felé. Tehát olyan, mint hogy ilyen két álomvilág, vagy két külön világot ábrázolna, és a két világ nem tud egymásról, de mégis párhuzamosan mégis fut a történet, és zajlik mindaz, amit lát a néző. 20 tétel van a darabban, és van olyan tétel, ahol csak énekesek vagyunk a színpadon. Már az is egy különlegesség, hogy csak 4 szólista, ha mondhatom, hogy csak, de hogy 4 szólista van a színen, és van olyan tétel, ahol csak a táncosok vannak jelen, ők viszik a történetet, vagy épp itt az anyával kapcsolatban van több olyan megnyilvánulás és kifejtés, amire az énekes lehetőség nincs megírva, tehát a szerző, az énekes, ugye mivel nincs anya az operában, ezért ezt táncban viszi tovább, és úgy mutatja meg Dóra, és akkor vannak olyan tételek, ahol megtalálkozunk, és nagyon-nagyon különleges volt mondjuk egy adott díszletbe ezt, ugye már ott Dórának be kellett állítani, össze kellett hangolni mindazt, amit elképzelt. Ilyen értelemben tényleg még soha nem volt szerencsém ilyen fantasztikus, izgalmas munkában. A próba folyamat során az alkotók sok időt fordítottak a karakterábrázolásra. Rálik Szilvia elmondta, hogy a koktói prózában szereplő lány milyen főbb jellemvonásait építette bele a saját karakterébe. Amit egy gyermek kap otthonról, ez legyen ölelés, dicséret, puszilgatás, és mindaz, ami ugye a gyermek belső énjét erősíti, az egész életére kihat. És ilyen értelemben itt a gyermekeknél, mivel egy ilyen végeredménye és végkifejlete van a darabnak, konkrétan Elizabethre értem, hogy azért elég hiányos ez az otthoni háttér, és éppen ezért fantasztikus játszani, mert pont ebből kifolyólag nagyon-nagyon színesen lehet megnyilvánítani, megjeleníteni minden olyan gondolatot, ami csak végigfut az agyában és a fejében, és aztán ezt cselekedetekkel is alátámasztja, a végéről nem is beszélve. Szóval én úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon
extrém darab, nagyon jó játszani való, és nagyon jó szituációkra, helyzetekre ad lehetőséget, és épp ezért nagyon sok és nagyon klassz színészi megnyilvánulásra és játékra. Tihanyi Ildikó díszlettervező absztrakt színpadi tere hülyen tükrözi a szereplők érzelmi nihilyét, Kovács Andrea jelmezei pedig tökéletesen beleilleszkednek az elvont látványvilágba. A darab transzcendens erejét tovább erősíti Philip Glass formabontó zenei műalkotása, melyről Dobszai Péter, a darab ifjú karmestere mesélt bővebben. 20. századi amerikai zeneszerzésnek egy fontos alakja. Minimalista és némileg repetitív zenét használ. Annak is egy speciális formáját. Önmaga az életművén belül meglehetősen ezeket a darabjait elég egységes nyelven fogalmazza. A lényegi mozgató rugója az abban való kísérletezés, hogy nagyon apró építő elemeknek nagyon sokszori megismétlésével hogyan lehet egybefüggő zenei felületeket létrehozni, és ezeket a felületeket egy hagyományostól eléggé eltérő időkezeléssel hogyan lehet a hallgató számára mégis izgalmas és érdekes módon fölépíteni, és ezekből egy nagy zenei folyamatot létrehozni. Mire törekedsz a munkásságot során, és esetleg volt valami speciális dolog, amivel máshogyan kellett készülni erre a darabra? Két dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy a műnek az eredeti hangszerelése 3 zongorára szól, és mi ezt is játsszuk. Ez nem egy kivonat, nem egy csökkentett létszámú előadás, ami itt a koronavírus idején elő-elő fordul mindenhol, hanem ez eredetileg is így született, és ez egy nagyon érdekes megoldás ennek a 3 zongorának az egybe komponálása. Egy nagyon izgalmas akusztikai tér jön létre, 3 zongorát vezényelni pedig nem a legegyszerűbb feladat. A másik dolog, amit kiemelnék, hogy az énekeseknek pontosan ebből az előző körülményből fakadólag talán még a szokásos operai gyakorlatnál is nagyobb szüksége van a karmesteri segítségre. Egyszerűen azért, mert a zenekari anyag annyira homogén, hogy nagyon kevés olyan akusztikus történés van, amiből ők a belépéseiket időzíteni tudnák. Az EFE Műhelyház Bánffy Miklós terme 400 fő nézőt tud befogadni. A nem mindennapi látványt adó tér sajátosságáról, hangzásáról is beszámolt Dobszai Péter. Érdekes ez a Bánffy teremnek a tere. Talán nem titok elmondanom, hogy most már jó pár hetes megfigyelésünk nekünk operaházban dolgozó karmestereknek, hogy a nézőtérről a zenekari ároknak és a színpadnak az aránya kimondottan jó. Mi nekünk praktikusan viszont egy elég fontos körülmény az, amit figyelembe kell vennünk, hogy az árokból viszont nagyon keveset hallani az énekesekből. Egyébként különböző ilyen hangvetők elhelyezésével még most ezen a héten is állítgattuk, hogy konkrétan ennek a produkciónak olyan fognak jó arányai megvalósulni. Nekünk erre mindenképpen figyelnünk kell, hogy tudatosítani magunkban azt, hogy nem teljesen azt halljuk, amit a közönség, de hál' Istennek a közönség jobbat hall, mint mi. A sajátos zenéjéséggel és különleges látványvilággal rendelkező darab számos kérdést ébreszthet bennünk a kamaszkor álomvilágáról, a falak mögé rejtőző emberek sorsáról és a végzetes játszmákról.